Szeretettel köszöntök mindenkit! A ma esti webkonferenciánk témája a bőrbetegségek megértése a germánygyógytudomány ismeretével címet viseli. A bőrről és a bőrbetegségeiről nagyon érdekes és nagyon átfogó előadást fognak ma este hallani. Azért is lényeges és fontos, hiszen a felnőtt ember bőrterülete körülbelül másfél 1,5-1,8 négyzetmétert tesz ki, a tömege körülbelül a testtömegünk 10-12%-át jelenti, átlagosan körülbelül 10 kg. A bőrről azt is kell tudni, hogy ez a legnagyobb érzékszervünk, ez nem csak elválaszt bennünket a külvilágtól, hanem hasznos információkhoz is juttat, gondoljunk csak azokra az érzékeléseinkre, amiket a bőrönkön keresztül tapasztalunk meg. A bőr felszíne, a szerkezete, illetve az egyes rétegeinek a vastagsága, ez testtájékonként változó, és a bőr szerkezete is egy nagyon komplex a biológiai struktúrát hordoz, és nagyon fontos tudni azt, hogy a bőrnek milyen funkciói vannak, említettem az előbb, hogy a szervezetet elhatárolja a külvilágtól. Meg is védi annak a káros hatásaitól, gondolunk csak arra, hogy mennyire jó, hogy nem áteresztő a bőrünk, például egy zuhanyzásnál mennyire kellemetlen lenne, hogyha szivacsként magunkba vonzanánk a vizet. És milyen fontos tudni azt, hogy milyen fantasztikus módon vigyáz ránk az anyatermészet azzal a konstruktummal, amit úgy nevezünk, hogy bőr. A bőrbetegségek megértéséről pedig egy, mint említettem, egy nagyon átfogó, nagyon összetett előadást fognak hallani, különböző bőrbetegségeket fog ezt felsorolni, és ezeknek elmondja a konfliktus hátterét. Azok, akik már rendszeres hallgatója a kedvesti webkonferenciának, valószínű, hogy nagyon fogják élvezni ezt a mai előadást, hiszen egy rövid bemutató rész fogja megelőzni magát a bőrbetegségek taglalását, amelyben Karesz elmondja, hogy mi az, hogy germánygyógytudomány, mi az, hogy konfliktus, mit kell erről tudni, hogyan alakulnak ki, miként betegszünk meg, és hát ugye a germánygyógytudományban benne van egyben az is, hogy hogyan gyógyulunk meg a különböző betegségeinkről. Lássuk, hogy van ez a bőrünkkel kapcsolatban. Fogadják nagy szeretettel kedvenc előadómat, dr. Budai László Károlyt, aki szabad foglalkozású orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó terapeuta és germánygyógytudomány terapeuta. Ezt én a szó. Szép estét kívánok én is mindenkinek ide a nagyvilágban, mert megint csak igen távoli helyekről is hallgatnak, figyelnek minket. És valóban, ahogy ezt Réka mondta, egy nagyon komplex meglátást szeretnék átadni, de egyben egy nagyon egyszerűt is. A bőrbetegségeket, ha vesszük, akkor idegen füllel felfoghatatlan szavakat mondanak a bőrgyógyászok diagnózisokként, és valahogy úgy néz ez ki, hogy minden elváltozásnak van egy külön neve. De amint elkezdjük az elnevezéseket a germán gyógytudomány kritériumai szerint osztályozni, akkor rájövünk, hogy nagyon, de nagyon egyszerű dolgunk van. Ez a nagyszerű a germán gyógytudományban, hogy mindazt, ami eddig bonyolultnak és összefüggéstelennek tűnt, abban megtaláljuk az összefüggést és a logikát. A germán gyógytudomány atya dr. Ike Gerd Hammer, aki azt a fantasztikus hagyatékot hagyta ránk, hogy érthetővé válik mindenki számára a medicina. Mondom, mindenki számára, mert nagyon egyszerű dolgokról van szó. Az ő életének a tragédiája vezette rá Hammer doktort arra, hogy felfedezze az öt biológiai természettörvényt, és mindig elmondom, hogy a 19 éves fia a karjai közt halt meg, pedig 111 napon keresztül Hammer doktor mindent elkövetett, hogy megmentse a fia életét. Mint tudjuk, az olasz trónörökös, a savoyai herceg volt az, aki részeg állapotban két lövéssel halálosan megsebesítette
Dirk Hammert, Hammer doktor 19 éves fiát, és 1978. december 7-én ez a fiú meghal az apja karjai között. 7 hónap múlva Hammer doktornak heredaganata lesz, és elgondolkodik azon, hogy valami kapcsolat kell legyen a fia elvesztése és az ő heredaganata között, hiszen ő addig teljesen egészséges volt. 1981-re Hammer doktor a rák vastörvényét fölfedezi. Egyszerűen az örömtől, hogy ilyen felismerésre tetszett, ahogy írja, az erő kiment a térdeiből, nem hitte el, hogy ez tényleg így van, de hát a halott fia álmában megjelent és biztatta az apját, hogy minden úgy van, ahogy felfedezte, de még folytatnia kell a kutatást. Vagyis nem állhat meg Hammer doktor az első biológiai természettörvénynél, a rákvastörvényénél, hanem folytatnia kell még a kutatást. A rákvastörvényében Hammer doktor azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák, akár egy daganat, akár egy rákkal egyenértékű, értelmes biológiai különprogramnak az elindulását, ezeket Hammer doktor DHS-nek, a fiáról, Dirk Hammerről, Dirk Hammer szindrómának nevezte. Ennek a tünetegyüttesnek a kritériumai az következők. Mindig egy olyan érzelmi megrázkódtatásról van szó, ami váratlanul, meglepetésszerűen tört ránk, és egy súlyos történetről volt szó, ebbe mi magányosan voltunk benne, és benne ragadtunk a konfliktusban. Nos, ez az 5 kritérium azért nem jelenti azt, hogy itt a vége, mert mindig lesznek ugyan váratlan, meglepetésszerű érzelmi meglázkódtatások az életünkben, de az, hogy meddig ülünk benne a konfliktusba, és mennyire magányosan éljük meg, ez csak és kizárólag tőlünk függ. Vagyis ha ma este is úgy zárjuk le békével a napunkat, hogy mindenkinek megbocsátunk, a megoldhatatlan dolgokat elengedjük, és nem bosszankodunk, nem aggódunk, nem félelemmel fekszünk le, hanem hálával zárjuk le a mai napunkat is, akkor teljesen biztos, hogy bármi történt ma, abból nem lesz egy hosszú távú, értelmes biológiai különprogram. Az EBK itt a képnek az alján értelmes biológiai különprogramnak a neve. Tudni kell azt is, hogy amikor elindul ez az egész történet, akkor rögzülnek a sinek. A sinek, vagyis azok a körülmények, amelyek között ezt az érzelmi konfliktust mi megéltük. És az a történetnek a lényege, hogy ezután, ha nem oldottuk fel érzelmileg a konfliktust, akkor a sinek minden probléma nélkül, minden konfliktus nélkül újra tudják indítani az egész értelmes biológiai különprogramot, és ebből már ki is derül, hogy a krónikus betegségeknek pontosan az a háttere, hogy nincs érzelmileg feloldva a konfliktus. Mert ha érzelmileg feloldjuk, akkor a sinek eltűnnek. A Hammer doktor felfedezésének a lényege, hogy egy teljesen új gondolkodást hozott bele a medicinába. Nem a bőrön belüli térben keressük a betegségeket, hanem kiderül, hogy egy lelki, egy érzelmi megrázkódtatás az, ami az agy közvetítésével elindít egy szervi elváltozást. A lélek agy szerv tengelyt senki, de senki le nem írta, olyan tudományos pontossággal, német precizitással, hogy azt Hammer doktor megtette a tudományos táblázatában. Nagyon sokan foglalkoztak azzal, hogy hát bizony a lelki problémák azok hatnak ránk és meg tudnak betegíteni minket, de mondom még egyszer, olyan összefogó, átfogó tudományos táblázatot senki, de senki nem ért, mint Hammer doktor. Amit jó lenne megértenünk mindannyiunknak, hogy nem az számít, hogy mi történt, hanem az számít, hogy én azt hogyan éltem meg. Mert mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Tehát nem a történet számít. Azt mindenki, ezt lehet, hogy van 100 tanú, aki 101-féleképpen meséli el, hogy hogyan történt az a baleset. De a lényeg az, hogy én, aki ezt a balesetet elszenvedtem, én akkor mit éltem meg?
És ez a megélés fogja eldönteni, hogy mi lesz a biológiai válasz. Ez a megélés, ez a váratlan, meglepetésszerű megélés fogja eldönteni, hogy az agy közvetítésével milyen szervi elváltozás fog beindulni. Ezért van az, hogy nagyon sokszor néha elbagatalizáljuk azt, hogy mi is a problémánk. Nagyon sokszor, említette te is, hogy nagyon sokan lelki eredetű, érzelmi hátterű, stressz alapú magyarázatokat adnak különböző betegségek kialakulásához, de nagyon tetszett az a mondatot, hogy nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy hogyan éltem meg. Hogyha ugyanaz történik öt emberrel, és mondjuk az öt ember öt különbözőképpen éli meg, mondjuk az egyik örül neki, a másik bosszankodik rajta, a harmadik azt mondja, hogy igen, mert én ennyire rossz vagyok, és ennyire szerencsétlen vagyok. A másik azt gondolja, hogy azért rúgtak ki, mert túl lassú voltam a feladat elvégzéséhez. A harmadik azt mondja, hogy hát igen, ez csak velem fordul elő, és hát ezzel a létezésem is elbizonytalanodik, hiszen ez az egyetlen egy bevételem, most mondjuk egy munkahelyi kirúgásról, vagy munkahely elvesztéséről szól, akkor az öt emberből az a négy, akinek negatív érzés csapódik hozzá, az mind megbetegszik, de az, aki ezt nem vázza meg, azt nem. Az nem. Aki örül annak, hogy na hónap ide már nem kell bejönnöm, az nincs konfliktus, nincs betegség. Ne feledjük, hogy a germán gyógytudomány tárgykörébe nem tartoznak bele a balesetek, a hiányos táplálkozás, a mérgezések, a sugárzás, méregterápiák, sugárterápiák, vagy a éppenséggel az orvosi műhibák következményeiből kialakuló egészségváltozás, vagy finoman fogalmazzak. Tehát ezek a történetek, ezek, mondjam azt, hogy fizikai tényezők. Ezek nem lelki tényezők. Az egy másik kérdés, hogy egy baleset következtében is ugye lesznek lelki megéléseink, de maga a baleset az nem egy lelki tényező, hanem annak a következmény konfliktusa. Vagy bemegy az orvoshoz a beteg, és mond egy olyan súlyos diagnózis neki, aminek következtében azt éli meg, hogy minden elveszett, hogy kiúzták a talajt a lába alól, halálfélelmet indít el. Ez már három olyan konfliktus, amitől ugye beindul a tüdőszövet, szaporulat, szédülni fog, és birtokvesztés konfliktust él meg. Tehát mindig a saját megélésünk az egyetlen valóság, és az egész tudományos táblázat valójában erről szól, hogy milyen megélések, milyen szervi elváltozást indítanak. Ammer doktor a második biológiai természettörvényben feltárja, hogy ezek az értelmes biológiai programok két szakaszban zajlanak le, hogyha természetesen eljut a program a végéig, vagyis meg is oldódik. A DHS-t itt látjuk rögtön az első függőleges vonalon, tehát az első biológiai természettörvényt megvalósult, váratlan, meglepetésszerű történet, és benne ragadtam, kérdés, hogy meddig. Mert ameddig én benne vagyok a konfliktusban, egészen a második vonalig, ugye, addig a konfliktus aktív szakaszról beszélünk, amit látjuk, Hammer doktor kék színnel satírozott be, mert ez alatt, az idő alatt úgynevezett hideg tüneteket fogunk tapasztalni, ez mind a szimpatikus idegrendszer túlsúlyának köszönhető. Most nagyon röviden csak a lényeget foglalom össze, hiszen az öt biológiai természettörvényről néhány előadás már a weblapon megtekinthető. Tehát a hideg tünetek, hogy hideg a kezem, hideg a lábam, emelkedik a vérnyomásom, étvágytalan vagyok, nem táplálkozom rendesen, ezért lefogyok. A meg nem oldott konfliktus, ugye a DHS, elfoglalja, leköti minden gondolatomat, zakatol az agyam, nem tudok elaludni, ha elalszom, felébredek, és emelkedik a vérnyomásom, pulzusszámom, légvételszámom. Most ezt a konfliktus aktív szakaszt röviden úgy fejezhetnénk ki, hogy ez egy stresszes fázis. Ne feledjük, hogy ez alatt a szakasz alatt mindazt, amit én érzelmileg nem tudtam megoldani, az én megélésem alapján
a biológián, a testen már egy biológiai segítséget fog nyújtani. És erre fogjuk természetesen a példákat látni a bőr kapcsán. Ha eljutok a megoldáshoz, a KM a konfliktus megoldásának pillanatát jelenti, akkor beindul a megoldást követő fázis, amiben a piros szín dominál, vagyis meleg tüneteink lesznek, és hát ha meleg tünetek, ugye akkor az gyulladást jelent, a rubor tumor calor valor funkció lesa, már a törzshallgatók tudják a latin kifejezésről is, hogy pirosságot jelent, már pedig ezt itt látni fogjuk, mert ugye bőrről van szó, tehát amikor kipirosodik a bőrünk, meg meleg, meg duzzad, meg fáj, meg hát hozzá se lehet érni, vagy egyáltalán a fájdalom miatt a végtagot alig tudom mozgatni, na szóval ezek a gyulladás tünetei nem csak sejt szinten lesznek meg, hanem a duzzanat az agyi központban is megjelenik, ami viszont fejfájást fog okozni. Természetesen ez nem marad így örökre, mert a biológiánk először is helyre teszi az agyi központot, és ez a kiemelkedő kékszínű felfelé mutató nyíl, az epileptoid krízis pont arról szól, hogy ebben az időszakban, kérem szépen, az agyi relékből kipréselődik a víz, kipréselődik a víz szervi szinten is, és több vizeletet üritünk, mint amennyi folyadékot megittünk, és jön még egy szakasz, a hegesedési szakasz. Ennek látni fogjuk, hogy a bőrnél nagyon fontos tünetei vannak, hiszen hogy csak előre beszéljek, ugye beszélünk ugye nedves ekcímáról, hólyagosodásról és egyebekről, és vannak olyan bőrtünetek, amelyek száraz tünetek, hegesedésnek a tünetei, mondjuk a pszoriázis, ami egy elakadt gyógyulási folyamat. Tehát látni fogjuk, hogy ennek az egész hámeri iránytűnek, amit itt látunk, mert nagyon-nagyon nagy jelentősége van abban, hogy megértsük, hogy hogyan futnak ki a biológiai programok. A krónikus betegségeknek az okai, vagy az, hogy meg se oldjuk a konfliktust, tehát benne maradunk a konfliktus aktív fázisban, vagy az lesz, hogy megoldom ugyan, de nem érzelmileg oldottam meg a konfliktust, hanem megváltoztak a körülmények. Aztán utána a sinek gondoskodnak arról, hogy ismét, meg ismét, meg ismét előjöjjenek mondjuk azok a bőrkiütések, amelyek egy bizonyos körülményrendszerhez kötötten jelentek meg. Mondjuk ilyen a napallergia, mert hát ugye a napsütések, vagy csak a napfényes időszak az ugye a nyári időszakra esik, és akkor fog kialakulni valakinek mondjuk a napallergiája. És aztán vannak a függő gyógyulások, amelyek azt jelentik, hogy elhúzódó, nem gyógyuló sebek fognak a bőr felszínén kialakulni, vagy valami éppenséggel egy burjánzás túlzásba megy, vagy egy fekély túl nagy méreteket fog ölteni. Az embriológiáig hatolt le Hammer doktor azért csupán, hogy megértse és megfejtse, hogy miért történik az, ami történik a szervezetünkben konfliktus aktív és megoldási szakaszban. Ugye tudjuk, ha elültetünk egy magot, abból a növénynek minden része kinő. Az ember pedig egy megtermékenyített petesejtből alakul ki, és amikor ez eléri a szedercsíra állapotot, majd három csíralemezé alakul ez a rengeteg sejt, akkor ezt az állapotot vette itt föl Hammer doktor számunkra, és a sárga, a narancs és a piros színekkel pontosan arra utal, hogy a három csíralemeznek adott egy-egy szint, hogy lássuk, hogy az adott csíralemezből milyen sejtek fognak kialakulni, és hogy ezeket a sejteket milyen idegi központok fogják irányítani. Vagyis itt a csíralemezek és az agy közötti összefüggést figyelhetjük meg, és a három csíralemezből származik tehát minden sejtünk, az összes, és viszont egy életen át ez meg fogja határozni, hogy azok a sejtek hogyan fognak működni.
Tehát amikor már valami egy csirosejtből kinőtt, az azt jelenti, hogy ezek a csirosejt, ezek a csira lemezek eltűntek, és már nincs rá lehetősége, mondjuk, innen a sárga mezőből egy sejtnek arra, hogy átalakuljon narancssárga mezőbe tartozó sejté, hiszen kérem szépen, csira lemez már nincs. Tehát ebből alakultunk ki. És már is szeretnék utalni arra, hogy a metasztázisok, vagy magyarul áttéteknek a kérdése egy biológiai képtelenség. Ilyen nincsen. A sárga színnel jelzett belső csiralemez vagy endoderma sejtjei az alapvető élet létszükségletet biztosítják számunkra, és ezt a legősibb agyi központ, az agytörzs irányítja. És ugye tudjuk, hogy a létezésünkhöz tulajdonképpen mire van szükség? Levegőre, vízre, táplálékra, fényre és hangra. Na, ezeket meg kell kapjuk ahhoz, hogy életben maradjunk, és ezt a biológiailag a Hammer doktor falat konfliktusoknak írta le. Tehát van levegőfalat, táplálékfalat, vízfalat, fényfalat, hangfalat, és minden esetben ezeknek a megszerzéséért, ha ugye nincsen belőle elegendő, és nagyon szeretnék valamit megkapni, akkor sejtszaporítással fogom beindítani ebben az esetben a biológiai programot. A narancssárga mezőből és középső csíralemezből, mezodermából származó sejtjeinket két idegi központ irányítja, ugye az egyik a kisagy, a másik pedig a fölötte levő narancssárga kifliszerű keresztmetszeti képben látjuk itt a nagyagy fehér állományát, és ezek az idegi központok viszont különböző érzések vételére vannak, mondjam úgy, hogy hangolva. A kisagy a támadással, a bemocskoltsággal és gondozással járó konfliktusoknak a vevő központja. És az írhát irányítja, ami ugye tudjuk, hogy a bőrnek a középső rétege. Az írhában benne vannak a verejtékmirigyek, benne vannak a fagyúmirigyek, természetesen ezeknek a relei is ugyanitt vannak a kisagyban. Ugyanakkor a támadási konfliktusok során a hasi, melkasi vagy szívburkot is képesek vagyunk megvastagítani, majd megoldásban természetesen gyulladásos körülmények között lebontani. A gondozási konfliktus annyit jelent, bocsánat, hogy túlzásba vitt aggódás egy szeretett élőlény sorsa véget. És szeretett élőlényről beszélek, mert nem csak az anyám, vagy a gyermekem, vagy a valamelyik barátom, vagy párom, vagy bárki, hanem mondjuk aggódhatok én a kedvenc háziállatom sorsa véget is, és ugye egy kis cicáért megtörténő aggódás is képes meldaganatot elindítani, ahogyan azt Hammer doktor a Mester Dentem Méhén című könyvben, ugye, leírja, és a meldaganatról szóló webkonferencia anyagban ezt taglalom. A fölötte levő idegi központ, ugye a fehér állomány, a nagyagynak a része már, ez az önleértékeléssel kapcsolatos központokat fogja magába, az egész testnek a képviselete ebben az idegi részben megtalálható, a fejünk tetejétől a kislábujunkig, minden anatómiai régió, vagyis testtájék, magyarra fordítva, és az érzéseknek a természete meg fogja határozni, hogy a testünk melyik részét fogjuk elkezdeni sorvasztani, mert ugye önleértékelés, önpusztítás, és az érzésnek az erőssége pedig eldönti, hogy milyen szöveteket sorvasztunk az adott testtájékon. Ide a mozgással kapcsolatos szövetek tartoznak, azért is ábrázolja Hammer doktor csontvázzal az új mezodermális sejteket, hiszen a csontok képezik a mozgásnak az alapját. Ugye csontokat ízületek, innen kötik össze ez a második szövettípus,
ami önleértékelésre sorvad, majd visszaépül. A harmadik az izom, a negyedik az izmokat ellátó ér, osztógyűjtő nyirokér, és az ötödik a kötőszövet, zsírszövet, ami biztosítja a plusz energiát ennek a mozdulatnak. Itt a konfliktus aktív fázisban semmi, de semmi nem fáj, a megoldásban viszont jön a fájdalom, és a program végére erősebb szöveteket építünk ki, mint amit elkezdtünk lebontani, hiszen pont ez az értelme, mert ha valami nem jó, akkor azt el kell bontani, mert nem biztosítja a túlélésünket. A külső csiralemez ektoderma sejtjeit az agykéreg irányítja, és az agykéreg végzi a legkomplexebb működést az idegrendszer különböző szintjeit tekintve. A piros baba az elválasztási konfliktusokat hivatott ábrázolni, tehát ha valakit beejtenénk ugye egy piros festékes medencébe, akkor az egész teste piros színűvé válna, mert ez a felület, a külső felület, ami elválaszt engem a külvilágtól, ez a bőrömnek a legteteje, tehát az elválasztási konfliktus a bőrünknek a legfelső részét, a több rétegű elszarusodott labhámot fogja érinteni, illetve a hajat, a szőrzetet, és egészen a pigment rétegig terjed az elválasztási konfliktussal kapcsolatos szöveti válasz. Mindig először sorvasztunk, és utána megoldásba visszaépítünk, erről ma részletesebben beszélünk. Az agykéreg a birtokkonfliktusokat is, a jövőből, a múltból jövő félelmeket, az akaratlagos mozgásokat is fogja vezérelni, illetve az összes érzékszervnek minden információja az agyunkba érkezik, és itt válik érzetté. Nagyon lényeges, tehát megjegyezzük, hogy minden sejtünk a három csiralemez valamelyikéből származik, és ez meg fogja határozni, hogy egy életen át hogyan fognak működni azok a sejtek. Vannak szerveink, amelyekben ugye mindhárom csiralemezből találunk sejteket, mint például a vese, vagy az anyaméh, ugye, és hát természetes, hogy az adott sejtek pedig a csiralemez származásnak megfelelően fogják a működésüket megoldani. Vagyis a harmadik biológiai természettörvény pontosan rámutat arra, hogy az egyetfejlődéstől függ, vagyis attól, hogy a méhen belüli élet során mi miből alakult ki, ettől függ, hogy a sejtjeink hogyan fognak működni. Ugye, ha a konfliktus aktív szakaszban sejteket építek, akkor mi a logikus válasz? Mit fogunk a feleslegessé vált sejtekkel csinálni a megoldási szakaszban? Hát lehet, hogy nagyon naív van, de azt feltételezem, hogyha a konfliktus aktív szakaszban valamit felszaporítottam, akkor azt a megoldásban illene lebontani, hogy hát, valamilyen egyensúly maradjon. Igen, teljesen logikus. Teljesen logikus, mert egyetlen sejtet se tartunk el feleslegesen. És hogyha elbontottunk sejteket a konfliktus aktív szakaszba, már ugye mondtam az önleértékelésnél, hogy visszaépítjük, sőt, még többet rakunk rá, mint amennyit lebontottunk, mert ez a biológiai értelem. És hogyha működést változtattam a túlélés érdekében, akkor nyilvánvaló, hogy a cél érdekében a működést helyre fogom állítani a megoldást követő fázisban. Tehát a harmadik törvény könnyű megjegyezni, mert három csiralemezről van szó, és három dologról, ami megtörténhet, vagy sejtet szaporítok, vagy sejtet sorvasztok, vagy működést változtatok. A negyedik biológiai természet törvényben kiderül, hogy nem vagyunk egyedül a történetben, mert a bennünk élő segítőink azok, akik segítenek a felesleges sejteket eltakarítani, vagy a hiányzó sejteket visszaépíteni. És ezek a segítők természetes, hogy csiralemezhez kötötten az adott szöveteken fogják kifejteni az áldásos munkájukat. Ugye a kidőlt fákat a gombák bontják le az erdőben,
tehát a felesleges sejtek lebontásában elsősorban a gombák, avagy a gomba baktériumok, a mikrobaktériumok fognak nekünk segíteni. A lebontott sejtek visszaépítésében pedig a baktériumok, illetve a vírusok fognak segíteni, ahogy azt itt Hammer doktor gyönyörűen ábrázolja ezen az ábrán, ami ugye a negyedik természettörvényt ábrázolja, rajzolja le. Tehát még a gombák, baktériumok és vírusok is a csíralemezhez kötötten fogják megoldani a programot. Ezt 1987-ben fedezte fel Hammer doktor, a harmadik biológiai természettörvénnyel együtt ez a két törvény egyszerre érkezett. Aztán telt múlt az idő, és egészen 1994-ig várt, amíg rádöbbent a dolgoknak a lényegére, a quintesszenciára, vagyis hogy mindennek értelme van. Mert a lényeg, a megértésének a törvénye pontosan arról szól, hogy ezek a betegségek, ezek nem istenverései, hanem ezek nagyon, de nagyon fontosak a túlélés érdekében. A DHS az, ami már az első pillanattól a biológiánkat beállítja, vagy a sejt szaporítással, vagy a sejt sorvasztással, vagy a működésváltozásra, de nem azért, hogy minket fárasszon, vagy mert unatkozna a biológiánk, hanem a túlélésre. Mert minden, de minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, és hogyha ezt ebben a szemléletben vizsgáljuk, akkor már kiderül, hogy nincsenek rosszindulatú, értelmetlen, ismeretlen betegségek, és nincsen gyógyíthatatlan betegség sem, csak gyógyíthatatlan beteg. És ez a lényeg, hogy a germán gyógytudomány ismerete az feltárja előttünk ezt a gyönyörű logikai rendszert, hogy lássuk, hogy reméljük, legyen a reményünk, hogy minden a gyógyulásunkról szól, nincsenek áttétek, nincsenek gyógyíthatatlan betegségek, de a mi feladatunk feltárni a DHS-t, föltárni a konfliktust, és azt érzelmileg megoldani. Ehhez viszont semmi gyógyszerre nincs szükség, ez csak és kizárólag tőlünk függ. Itt látjuk a bőrnek a Hammer doktor által történt lerajzolását, és láthatjuk, hogy a piros színnel ugye az ektodermális része van a bőrnek jelölve, mint mondtam, a több rétegű elszarosodott laphám, az alaprétegben a pigment réteggel, és ne feledjük, hogy a haj vagy szőrszál az szintén a kültakaróhoz tartozik. Az epidermis része. Alatta látjuk a narancssárga, sárga satírozású tömböt, ami az írhát ábrázolja. Látjuk az írhában a verejtékmirigyet és a fagyúmirigyet, ezekre külön-külön ki fogunk térni. Ne feledjük azt se, hogy a kezesség vagy kezűség az már mind az írhánál, mind pedig a felhám résznél ez jelen van, vagyis jobbkezes embernek a jobboldali bőrtüneteit a partner oldali konfliktusai fogják okozni, a baloldali bőrtüneteit pedig mindig az anya-gyermek kapcsolataiból fogja megélni, hogy milyen konfliktusok, ezeket majd részletezzük. Balkezeseknél ez pont fordítva történik, vagyis balkezesnek baloldalt jelennek meg a partnerrel kapcsolatos konfliktusai, és jobboldalt az anya-gyerek önmagáról szóló konfliktusok. Ez a bőrnek egy másik ábrázolása, ezt azért szeretem, mert itt láthatjuk, ugye sötét színnel ábrázolva a pigment réteget, ugye, ami aztán megadja a bőrnek a színét. Ez a sötét réteg meg fölötte a több rétegű elszarosodott lapán, valamint a hajszál, ez tehát mind a felhámnak a része,
és az agykéregnek az érzékelő mezője, a szenzoros mező lesz az, ami vezérli itt először ugye a sejtszintű sorvadást, megoldásban pedig a visszaépítést, a konfliktus maga az elválasztási konfliktus. Az írha, ami ugye alatta van, látjuk, hogy ennek része a verejtékmirigy és a fagyjukmirigy is. Itt mindig a támadás és bemocskoltság konfliktus lesz az, ami elindítja viszont a szövet szaporítást konfliktus aktív szakaszban, megoldásban jön a szövet lebontása. Legalul látjuk ezeket a nagy sejteket, ugye a bőr alja, a zsírszövet, kötőszövet, itt ezt a fehér állomány vezérli, és itt mindig az önleértékelés az, ami elindítja ezeknek a sejteknek a sorvadását, majd megoldáskor ezek a sejtek vissza fognak épülni. Az elválasztási konfliktusról van egy külön webkonferencia, tehát ez magáról az elválasztásról, mint konfliktusról nagyon sokat beszéltünk, és jó lenne ezt megnézni annak, akinek ez a fajta konfliktus életében egy folyamatosan visszatérő probléma számára az elválasztódás valakitől mindig egy nagy-nagy lelki terhet jelent. Nos, az elválasztásnak két vége van, mint a botnak, vagy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni valakitől. Többször fogok párhuzamot vonni az állatvilág és az ember testében megtörténő folyamatokról, mert ugyanazok a folyamatok történnek meg. Hammer doktor törvényei nem csak az emberre, hanem az állatokra, sőt, a növényekre is vonatkoznak. Amikor az anyajútól ugye a kisbárány elszakad, legyen ez egy balpatás kisbárány, és elmegy felfedezni a világot, akkor viszont létrejön az elválasztási konfliktus, amikor az anyajú nem találja a kisbirkáját, és ha még a farkasok meg is zavarják, és el kell futnia, fut az egész csapat, akkor vajon mit fog csinálni az anyajú? Fut a csapattal, vagy megy a kisbirkája után? Hát emberi észre nyilván ezt mondanák, hogy fut a csapattal, viszont az anyajuknak nem emberi észre volt, tehát valószínű, hogy tovább fut a csapattal, hiszen az lenne a normális. Vagyis emberi észre? Emberi észre megáll és megkeresse a gyerekét. Na, erről van szó. Bocsánat. Igen. Próbáltam különbségeket tenni, hogy mit tenne egy anya, ha észrevesz, hogy nem találja a gyereket. Hát megy és nem keresi megy a tovább, gyereket. Hanem elmegy és megkeresi a gyerekét. Egy anyajú az életéért küzd minden pillanatban. Tehát ott a túlélés az sokkal komplexebb a dolog, mint egy embernél. Sőt, a fajfenntartás előbbre való, mint az egyednek az élete. És pontosan ezért lesz az, hogy az anyajú elszalad a csapattal, és ezt csak azért tudja megtenni, mert fellép az emlékezet kiesése, az absence abban a pillanatban, és hogy eszébe se jusson, hogy neki kisbirkája van, még érzés kiesés is lesz a konfliktus aktív szakaszban, teljesen érzéketlen lesz az a része, ahova a kisbirka dörgölőzött, és amikor megkerül a kisbirka, akkor viszont a fokozott érzékenység lesz az érintkezési felületen. Akkor ez egy picit hadd állítsalak meg. Itt az elválasztási konfliktusokról beszélünk az állatvilágban, hogy ez végzetes kimenetelő. Igen. De az elválasztási konfliktus alatt az ember nem csak ezt érti, hogy persze. Valaki elmegy mellőlem, akit nem érzek, nem tudok oda bújni hozzá. Persze. Vannak olyan megéléseink nekünk, embereknek, hogy nem akarom, hogy hozzám érjen. Az is elválasztási konfliktus? Az is elválasztási konfliktus. Igen. Tehát az embernél ez sokkal komplexebben zajlik le, sokkal többrétű érzelmi árnyalata oldala van az elválasztási konfliktusnak, és hát igen, annak függvényében, hogy hogyan éljük meg az egyes konfliktusokat, a biológiai választ is meg fogja határozni.
Ugye, mint mondtam, a felhámnál a központ, a szenzoros központ, ugye itt látjuk az oldal nézetből, a kültakaró séma szerint működő hát felhám idegi központját itt látjuk ebben a piros színnel ábrázolva. Tehát maga a konfliktus az elválasztás, és a konfliktus aktív szakaszban elindul ugye a sorvadása a bőrrétegnek, és érzés csökkenés, zsibbadás érzékelése lesz az, amit a konfliktus aktív szakaszban tapasztalunk. Tehát csak egy kicsit elzsibbad, és egy kicsit úgy érzem, hogy nem úgy érzek mondjuk a baloldali kezem bőrével, mint a jobboldali kezem bőrével. Ez mind konfliktus aktív szakaszban történik. Majd a konfliktus megoldásakor, ugye az exudatív fázisban jön a hólyagosodás, és aztán itt mindenféle hólyagos kiütést bele kell tenni ebbe a történetbe, ami azt jelenti, hogy itt fokozott lesz az érzékenység és a fájdalom, majd ez az egész egy rövid időre megszűnik az érzékelés, fokozott érzékelés és fájdalom, viszont fellép az absence, az emlékezetkiesés, és utána visszajön megint a fokozott érzékenység és a fájdalom a hegesedési szakaszban. Nos, ezt a dolgot ne feledjük el, hogy itt most mindezt megnézzük a felhám, a pigment réteg és a haj szintjén, hogy hogyan történnek ezek a dolgok, és milyen következménnyel járnak. A bőrgyógyászatban, mint mondtam bevezetéskor, rengetegféle megnevezés szerepel, de ha az egészet a bőr rétegeinek megfelelően fogjuk kiértékelni, és látjuk, hogy mi történik konfliktusaktív és megoldási szakaszban, ugye akkor ez mind érthető lesz. A konfliktusaktív szakaszt amúgy neurodermitisnek diagnosztizálják, amikor ez a zsibbadás és érzéscsökkenés fellép valamelyik bőrfelületen. Ugye hát az ember elmegy orvoshoz, hogy valamit, doktor úr, itt nem úgy érzek, mint a másik oldalammal, tehát zsibbad is, meg csökkent az érzékenység, diagnózis neurodermitis. Amikor eljutunk a megoldásba, akkor jönnek majd a gyulladásos tünetek, és megnézzük a különböző szinteken. Nézzük most tehát a több rétegű elszarosodott labhám szintjén mi mindent tapasztalhatunk meg. Az ekcéma az elválasztási konfliktusnak a következménye. Természetesen a konfliktus aktív szakaszban ugye mi történik? Hát hámlás történik, mert a szövet szintű pusztulás megy végbe. Aztán az exudatív fázisban jönnek a hólyagok, a duzzanatok, a vöröses bőrgyulladás, a nedvezés, és amikor átmentünk a hegesedési fázisban, akkor jön a viszketés és a pörkképződés. Na most mindig nem véletlen, hogy hol alakul ki az ekcéma. Vajon ha a szemhéjamon alakul ki az ekcéma, ez mit jelent? Hát a szemhéjam azért van, hogy lecsukom a szemem, hogy valamit ne lássak. Tehát ha el akarok választódni attól, amit látok, akkor természetesen a szemhéjamat, bőrét fogja érinteni ez a folyamat, főleg, hogyha ez a történet, ez mondjuk naponta, vagy két naponta ismétlődik. Ne feledjük, hogy a bőrnek a regenerálásához 4 hétre lenne szükség. Tehát ha én 2 naponta újraindítok és újraindítok egy programot, akkor ha a nedves fázisban akad el a gyógyulásunk, akkor ugye egy nedves ekcéma fog rajta kialakulni. De vajon mit jelent az, ha a fülünket, vagy a fülünk környékét érinti? Hát akkor nyilván el akarok választódni valamitől, amit nem szeretnék hallani. Ez ennek az egésznek csak a bőrtünete. De ha valamit nem akarok hallani,
akkor azt arra természetesen, hogy a belső fül is fog reagálni, és először fülcsengés lesz a történet. Akkor is így reagálok, ha az a megélésem, hogy nem akarom, hogy piszkálják a fülemet, az arcomat, hogy állandóan oda nyúljam, akkor vágyom arra, hogy valaki megsimogassa a füleimet? Természetesen, hogy a direkt kontaktok is szerepet játszanak a bőrnek a patológiájában, hiszen ezek a történetek ugye mind a bőrhöz kapcsolódnak. Vannak, tehát itt most érzelmi dolgokról beszélünk, és ezek, ha az nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy hozzáérjenek a fülemhez, akkor természetesen az érintés az egy nagyon fontos része az életünknek és a tájékozódásnak. A kisbabának is nagy szüksége van az érintésre. Nem véletlenül kérdeztem rá, drága, akkor ez egyetlen egy gondolatot engedj meg, hogy az érintés fontosságáról, és említetted a gyerekeket ezzel kapcsolatban, hadd legyen két olyan gondolat, ami nem pont az ekcéma kapcsán, de úgy érzem, hogy szervesen kapcsolódik ide. De lehet az más tünete is, nem csak ekcémát okozhat. Az érintéssel még foglalkozni fogunk a következőben. Rendben, annyit szeretnék mindenképpen elmondani, hogy nagyon sokszor, főleg az első babás anyukák szoktak megijedni mindenféle vörösödés, bőrgyulladás, hólyagok, duzzanatok, kiütések kapcsán a gyerekek testén. Dárgus szemekkel figyeljük, hogy hol csitta meg, azt mondja, mi történt vele és egyebek. Nagyon érdekes az, hogy mennyire kétségbe tudunk esni bizonyos apró pici foltoktól, főleg az első gyereknél, még amíg nincsenek szülői tapasztalataink, például, hogy néz ki egy 3 éves lábszáren a család csípés története, addig nagyon meg tudunk ijedni. De nagyon sokszor el is bagatelizáljuk a történeteket, hogy hát ez biztos megszúrta, megcsípte egyebek. Nagyon szélsőségesen tudunk ilyen témában viselkedni. Nagyon sokszor érdemes megnézni azt is, hogy van-e ennek valami fizikai kiváltó oka, és tudom, hogy a gyermekgyógytudomány nem vonatkozik a balesetekre, mérgezésekre, sugárzásokra, egyebekre, de nagyon sokszor tapasztaltam olyan beszámolókat anyukáktól, akik különböző vegyszeres, öblítőszeres, mosószeres kontaktusra kipirosodó, begyulladó babapőről számoltak. Igen, ennek megvan a kontakt dermatitis elnevezése is a medicinában, tehát amikor tehát vegyi tényezők, fizikai tényezők hatnak a bőrünkre. De ezen túl is mennyire fontos az, hogy megtanítjuk a gyerekeinknek, hogy a szeretet iránti vágyát, az érintés iránti vágyát kifejezi-e, vagy sem. És ha már az érintésnél tartunk, sajnos arról is hangot kell adnunk, hogy hát bizony vannak olyan felnőttek, akik az érintéssel visszaélnek gyerekek esetében. És nem feltétlenül a szexuális molesztálásra kell gondolni, bár ez is benne van a papiban, hanem azt, ahogyan a gyerekeinkkel bánunk, hogy azt tanítjuk meg a gyerekeinknek, hogy ha kap valamit, akkor menj oda és adj egy puszit. Igen. Viszont ezzel a nagyon közvetlen kapcsolattal, hogy meg kell puszilnom az idegen nénit, akit most láttam először, mert hozott nekem egy játékot. Igen. Most a kérdés, lehet, hogy ezt a gyerek hogyan éli meg. Igen. És amúgy imádja ezt a gyereket, a gyerek nem fogja tudni behatárolni a közelség, távolság viszonyát emberekkel, és lehet, hogy olyan embert is túl közel enged, akit mondjuk nem kéne, és ettől pedig el akar választódni. És itt nagyon jól fogjuk ezt látni, hogy amitől el akarunk választódni, az az eltávolító felületeket fogja érinteni. Tehát ezen az alkaron ugye
távol szeretnék tartani magamtól valamit, akkor mindig az eltaszító felületen lesz. Ha pedig meg szeretnék fogni valamit, közelembe akarom hozni, akkor a tenyeremet és a karomnak a belső, mondjam azt, hogy ölelő oldalán fog az a bizonyos bőrelváltozás megjelenni. Tehát ebből is már tudjuk az elválasztási konfliktus irányát, hogy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy hozzám érjenek. Nagyon érdekes és lényeges megjegyzéseket mondtál, és még jönnek olyan történetek, amelyek még mindig az érintéssel és az elválasztással kapcsolatos érzéseinknek a bőrön való megjelenését fogja bemutatni. És itt pontosan arról van szó, hogy a paciens egyszerre él meg olyat is, hogy szeretne, meg olyat is, hogy nem szeretne, vagyis ez a szeretlek is, meg nem is című slágernek a bőri megjelenése, a pikkely sömör, avagy a pszoriázis, hiszen a konfliktus aktív szakaszban ugye elkezdjük bontani, a megoldásba elkezdjük visszaépíteni, de mielőtt még befejeződne a hegesedés, újra sínre kerülünk, és egy történet újra elindul. És ezért lesznek a bőrünkön ilyen vastag bőrfelszínek, és lesznek egészen vékony bőrfelszínek is, ami hát ilyen pikkelyes jellegű, és ezért a magyar neve az, hogy pikkely sömör. Tehát, ha jól értelmezem, akkor a pikkely sömör, vagy a pszoriázis akkor lép fel, amikor ambivalens érzéseket táplálok, valakitől nagyon el akarok választódni, másrészt pedig nem akarok elválasztódni. Ez lehet mondjuk, ha partner oldali testtájékom van, az egyik partnertől el akarok válni, a másiktól nem. Ilyen esetek. Vagy lehet ugyanazzal a személlyel, hogy el akarok választódni attól az embertől, aki vagy, amikor iszol, viszont vágyom arra, hogy megölelj. Ezek a történetek értendők alatta? Ezek értendők alatta, mert az egyik érzésemet megoldottam, átment megoldásba, újra elindítottam egy másikat, ami konfliktus aktív szakaszba kerül. De lehet ugyanarról a történetről szó, és ugye akkor itt jön be, akár ne feledjük, hogy az elválasztási konfliktus élőlényektől, szeretett élőlényektől való elválasztódásról szólnak, tehát ide bejön a házi kedvenc kutya, macska, papagáj, bármi, és az egyik még nem tudom hány évvel ezelőtti pszoriázisos történetem, pontosan egy kutyatenyésztőnek a története volt, amikor is egy megfelelő megoldással, ugye a kutyájától való elszakadási konfliktus volt az, ami elindította nála, érzelmileg nem volt lezárva a történet, a kutyákkal naponta találkozott, megint elment, megint találkozott, megint elment, és ez az állandó oda-vissza történet hozta létre a pszoriázist. Mint mondtam, a lényeg az, hogy nincs érzelmileg feloldva, és a sinek azok onnantól kezdve újra és újra indítják a konfliktust. Tehát nem kell nekem valakivel folyamatosan a szeretlek is, meg nem is slágert végig énekeljem. Elegendő, ha nincsen lezárva a napunk békével, és nincsen lezárva egy elválasztási konfliktus se békével. Jön egy nagyon érdekes történet, amit úgy hívunk, hogy Pemphigus, és ez az érintés hiányának a megoldása. Természetes minden attól függ, hogy mekkora a konfliktus aktív szakasz. Ugye a konfliktus aktív szakaszban a felhám elkezd sorvadni, mint ahogy azt már mondtam, érzéscsökkenés lesz. A megoldásban viszont jön a fokozott érzékenység, és nagy puha hólyagok fognak kialakulni tiszta bennépű folyadékkal. A lényeg itt az, hogy milyen hosszú a konfliktus aktív szakasz, és mekkora felületet érint. És hát nem tudtam megállni, hogy ne hozzam itt be
Léda és Adi történetét, ugyanis, mint tudjuk az irodalomból, Léda 1903. szeptember 6-án is elüljek Adit Nagyváradon, és Adi viszont 1912. május 16-án a Nyugatban megjelentetett elbocsátó szép üzenettel adta végleg tudtára Lédának, hogy mindennek vége. Jelzem, még 1913-ban még Léda szeretett volna vele találkozni, Párizsból Budapestre jövet, megkérte Adit, hogy legalább Bécsben jöjjön ki a pályaudvarra, és csak azért, hogy lássa, de Adi ezt se tette meg. Szóval nagyon komoly történet, és nem akarok itt részletekbe menni, csupán egy tévhitet szeretnék eloszlatni, ugyanis az a tévhit, hogy Léda szifiliszben halt meg, ez nem igaz, Léda pemphiguszban halt meg, 1933-ban alakult ki nála pemphigusz, tehát 21 év után oldotta meg az elválasztási konfliktusát, és hatalmas hólyagok alakultak ki a testén, és ezekkel nem tudtak mit kezdeni, pedig hát a férje gazdag ember révén tényleg rengeteget költött az orvosokra, és külön ezért költöztek be Budapestre az Andrássy útra, és a többi, és a többi. 34. januárjában Brühl Adél, vagyis Léda végül is meghal. A lényeg az, hogy amint látjuk, ennek az elválasztási konfliktusnak nem csak ez az egy vetülete volt, hiszen voltak szívrohamok is előtte, 25-ben és 29-ben, amiket ugye komoly ágynyugalommal, kifekvéssel gyógyítottak svájci szanatóriumokban. Volt még mélyvénás trombózisa is, annak azt megelőzően Lédának, nem akarom a teljes történetét behozni, csak éppen a pemphigusz kapcsán gondoltam, hogy ezt a történetet mindenképpen szóvá teszem, már csak azért is, hogy az elválasztási konfliktusainkat lehetőleg ne 21 évig őrizgessük, mint Léda, és tudjuk helyére tenni a tévhitet, hogy akkor Léda miben halt meg, illetve legyünk tisztában azzal, hogy egy-egy elválasztási konfliktus mögött igen birtok konfliktusok is lehetnek, mert hogyha én birtokolni akarom a szerelmem, akkor lesz belőle angina pectoris és szívroham, és ha békjónak élem meg a kialakult helyzetet, akkor lesz belőle mélyvénás trombózis is. Tehát ez is mutatja, hogy egyetlen történetre is hányféle érzelmi reakcióval tudok én reagálni, és ugyanarra a történetre akár 3-4-5 biológiai programot tudok elindítani. Ez volt tehát, ami a felhámnak a sorvadását, visszaépítését illeti. Még rengeteg, rengeteg ilyen hát bőrgyógyászati diagnózis van, de hát egy webkonferenciában nem lehet több száz oldalnyi képet kivetíteni, és mindegyiket megmondani, hogy na most ez is ide tartozik, ez is, csak ezt így nevezik, ezt meg úgy nevezik. Ha felhámról van szó, az elválasztási konfliktus. Igen, és ha pigmentről van szó, az is elválasztási konfliktus, mégpedig függő gyógyulásban, hogyha pigment túltermelés van. Itt látjuk ugye a májfoltokat. Miről van itt szó? Ez egy súlyosabban megélt elválasztás, ami nem állt meg a több rétegű elszarosodott labhám szintjén, hanem lejutott egészen a pigment rétegig. Elkezdtük sorvasztani a pigment réteget, majd visszaépítettük, majd megint sorvasztottam, megint visszaépítettem, és ezzel az oda-vissza játékkal egyre több pigment épült vissza. Ha egy felületre vonatkozik az elválasztás, akkor nyilván egy felületen jelenik meg, ha viszont csak egy-egy jól meghatározott helyről van szó, akkor természetesen ez a különböző szemölcs, ez a megfelelő helyen fog kialakulni. A talpi szemölcsnek a lényege, hogy valaki azt éli meg, hogy menni
menni kéne, vagy maradni kéne, de el kéne dönteni, hogy mostan mit kell tenni, akinek talpi szemülcse van, annak a tovább lépés, tehát elválasztódás attól a helytől, ahol én állok, című műsort kellene lezárnia. Aztán van ilyen, hogy porfíria kutánea tárda, vannak ilyen, és egyéb pseudoporfíria, és nem akarom részletezni még, milyen más pigment szaporodással kapcsolatos bőr elváltozások vannak, és itt van az aranyos szeplő, ami ma már divat, és akinek nincs szeplője, az festett magára egy-két szeplőt, mert hát az úgy illik. Ilyen meg voltam döbbenve, hogy amikor szeplőképet kerestem, akkor láttam olyat, hogy műszeplőknek a felfestésével is foglalkoznak. Tehát ne feledjük, hogy a pigment túltermelés, tehát egy olyan elválasztási konfliktus, ami függő gyógyulásban maradt. A pigmentnek a hiánya viszont azt jelenti, hogy nincs megoldva ez a bizonyos konfliktus. Azért is tettem ide Hammer doktornak a grafikonját, ugye, az iránytűt, hogy ez az a konfliktus, ami nincs megoldva. És ez lehet, hogy 10-20-30 éve nincs megoldva, az a nagyon brutális vagy ocsmány elválasztódás, ami hát érzelmileg nem lett lezárva. És nem jutott el idáig, azért alakulnak ki először rajta ezek a pigment nélküli foltok. De itt a jobb oldali képen láthatjuk, hogy ha eljut a megoldásba, akkor megtörténik a pigment sejteknek a visszaépülése, mégpedig a szélek felől a közép felé, tehát a pigmentek visszaépülnek. Csak le kéne zárni azt a brutális elválasztási konfliktust. Volt olyan kolléganő, akinek a kezén ugye a vitiligós foltok ott voltak, és kérdem tőle, hogy mióta, hát régóta, pontosabban, gyerekkorom óta. Mondom, még pontosabban, hát azt mondja, 10 éves korom óta. És kit veszítettél el, vagy kitől szakadtál el 10 éves korodban? Hát meghalt az apám. Tehát amikor egy ilyen történet nincs lezárva érzelmileg, akkor természetesen, hogy megjelenik az adott helyen a vitiligós volt, és utána természetes, hogy ez elkezd úgymond terjedni. Mert az ilyen ember az összes konfliktusát arra fordítja le, hogy ő mindenkitől elszakadt, elválasztódott, és ne feledjük el, hogy az idős embernek is az a problémája, hogy azt nézi az újságnak a hátsó oldalán, hogy kik azok, akik már kiköltöztek a temetőbe. Kik azok, akiktől ő elszakadt. És ugye ne feledjük, hogy az absence, az emlékezet kiesés, az teljesen egyértelműen megjelenik, tehát az úgynevezett demencia vagy Alzheimer-kor eleve adva van, ha az illető nem oldja föl a konfliktusait, illetve mindent így él meg, és ezeket újra játsza. Újra élvezik, hogy már ez sincs meg, már az sincs meg, már az sincs meg, és ezeket mind-mind elválasztásként éli meg. Tehát az elválasztási konfliktusok azok nagyon komoly problémát vetnek fel, nem csak bőr a bőr szintjén, hanem igenis az emlékezés szintjén is. És akkor itt van egy másik komoly téma, ugye a haj kérdése, és látunk itt több képet bizonyos típusú hajhullásokra. Nyilván, hogy itt is konfliktus aktív szakaszban hullik a hajunk, mégpedig azon a területen, ahová én egy simogatást, buksi simogatást asszociáltam. Ezért van az, hogyha mondjuk egy vadásznak a kedvenc vadászkutyáját kilövik, vagy elpusztul, és már nem tudja a fotelben ülve simogatni a kutyának a fejét, átvitt értelemben a saját haja is elkezd hullani, mert nem tudja megsimogatni a kutyájának a fejét. Ahogy a nagymama, aki mindig simogatta az unokának a buksiját, nagymama meghal, és elkezd hullani
az illetőnek a haja. Sokan a katonasapkára fogják rá, hogy azóta hullik a haja, amióta bevonult katonának. Igen ám, de vajon egy fiatal ember mitől szakadt el akkor, amikor bevonult katonásságba? Milyen simogatástól választódott el? Mert ha igaz volna a katonasapka, akkor kötelezően mindenkinek ki kellene hújon a haja a katonasapka alatt. És csak kopasz ezredesek léteznének. És csak kopasz ezredesek léteznének. Így van, tehát ezért itt nincsen olyan, hogy 70%-nál igen, és 30%-nál nem. De beszéltél a katonákról. De mi van az anyukákkal? Nagyon sok hőtől hallottam azt, hogy szülés után elkezdett úgy gyérülni a hajam, hogy most már nem nevezik semminek. Hát a szülés utáni 2-3 év az még 100-120%-osan a gyerekről szól. Természetesen. Sőt, az utána következők is, de abban már azért nem ebben a nagyon intenzív mértékben. De akkor, amikor a hír kapunk arról, hogy áldott állapotban vagyunk, akkor átrendezzük az életünket. Már a párunk közeledését másképp fogadjuk. Már a szerelmes, fergeteges éjszakák nem lehetnek, nem történhetnek meg. El akarok választódni attól a státusztól, hogy én nő vagyok, mert én már lélekben készülök az anyaság szerepére. De ez hormonálisan is megvan alapozva. Nyilván megvan alapozva, és nem csak egy tudatosan hozott döntés, de mi nők azért erre még ráteszünk egy lapáttal. Azon túl, hogy ez nem is egy égő vágyként működik bennünk, rengeteg félelemmel, rengeteg izgalommal, rengeteg téves információval közelítjük meg ezt a témát, és azt gondoljuk, hogy jaj, mi lesz a babával odabent, és ez a dolog még inkább távolságot követel a nőtől, mert most vigyázni kell, ez most nem az az állapot, most nem. És aztán az első 2-3 év is erről szól, hogy az éjszakai felébredések, a pelenkázások, az etetések körül zajlik az életünk. Nézzük meg, hogy az a frissen szült anyuka életét, a pelenka, a baba, az etetés, a fürdetés, mennyire kitöltés, mennyire nem tud másféleképpen gondolkodni, csak úgy, mint anya. De azért ugyanaz a nő, aki azelőtt vágyott a férje kedvese ölelésére, simogatására, cimogatására, az még mindig benne van, tehát itt van egy elválasztási konfliktus esetleg. Aki igen. Nem mondott módon is, de ha a férfi közeledése nem talál abban a pillanatban megvalósíthatóvá, és ezt egy szóváltás követi, abból igen van konfliktus, mert ez egy drámai, meglepetésszerű, és egyebek, ez egy elválasztási konfliktus. De mondanék egy olyan példát, ami szerintem minden anyuka megtapasztalt. Vagy legalábbis nagy százalékban van erre esély. Például a korpásodásra. Mert az is egy elválasztási konfliktus. Igen, a fejtetőre vonatkoztatott elválasztási konfliktus, a korpásodás is természetesen. Igen, és ilyenkor azt mondjuk, hogy igen, mert a kisbabánk miatt, aki toporzikol a fürdőszoba ajtóba, hogy anyu, gyere már ki, és mit csinálsz, és miért nem engedsz be, elhanyagoljuk a hajtisztítást, a hajmosást, nincs leöblítve, jó, mindig tudunk olyan magyarázatokat adni, amivel próbáljuk megnyugtatni magunkat, de ez a saját élményem az, hogy volt egy időszak, amikor csak a halántékom és rögtön a haj széleknél volt korpás a hajam, sehol máshol. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy hát mi lehet ennek az oka, mert hát, ha korpás az ember felbőre, akkor úgy gondoljuk, hogy az egész. Hát de ez csak bizonyos területeken, a homlokon fölött két ujjival, halántékfülig. És az volt a legérdekesebb történet, amikor ezt még elmegyőtudomány ismerete nélkül kezdtem el dolgozni, gövözni, hogy is van ez.
És ez a keresztfiamnak a hiányát éltem meg ennyire, nagyon sok időt töltöttünk együtt, és neki volt egy ilyen hajazós játék, hogy a pici kis tenyerét bedugta a hajam, az ujjaival fésülte a hajamat, de csak addig, ameddig bele Meddig tudta beleért tenni, a mert rövid ujja, igen. hogy rövidek voltak az ujjai, és miután én elkerültem abból a környezetből, ahol ő élt, és ritkázottak a találkozásaink, és ezek a meghitt hajazós pillanatok, ami neki a szereteteki megnyilvánulási módja volt, és bevallom, valamire élveztem én is. És elválasztottál. És hiányzott ez az érintés. Ez később vált számomra egyértelművé, hogy hát azért, mert ez egy nagyon enyhe elválasztódás volt, hiszen azért igen. tudtam róla, hallottam, beszéltünk telefonon, találkoztunk, de már nem játszott velem úgy, már nem tudtam annyit ölbevenni, és hát nyilván ő is kezdett kisobodásként viselkedni, és már ciki volt keresztanyőlébe ülni, és hajazni, de hogy mennyire bele tudjuk ebbe a gyengébb érintésbe a szeretet nyelvünket tenni. És igen, itt az úriembereknek, hogy katonaságkor azért az egy nagyon brutális elválasztódás, hiszen minden környezeti elem megváltozik, és hát azért a 20 éves korban azért a nagy szerelmek idejét 18-19. élik. Igen. Igen. A nagy szerelmek korszakát igen. éljük. Ilyenkor nagyon sokszor elmennek a nagymamák a fiúk életéből, aki úgy szerelgetésben mozgatja ezt a fiatal fiút, hogy egyéb nem, a szerelme. Meg a szerelme, meg ezért ez egy nagy meg elválasztási éppenség, amire lehetőség. Hazajön, addigra kiderül, hogy a nagy szerelmétől elszakadt, és ugye az első nagy szerelemtől való elválasztódásnak a tipikus kopaszodását látjuk itt, balról jobbra a második képen. De látunk itt a végén jobb oldalt egy olyan képet, ahol foltos a hajnak a kihullása, alopecia areata a neve. Ez viszont azt mutatja, hogy nagyon el szeretnék választódni ezeken a pontokon, mondjuk attól a kéztől, ami a fejemet nyomta lefelé. Ugyanezt megélhetjük, ha a kutyánkat mondjuk hosszú repülőútra visszük magunkkal tengeren túlra, a kutyát be fogják húzni szájkosárral együtt egy ketrecbe, az egyik ember húzza, a másik pedig két kézzel nyomja be a fenekénél, a hátsó lábánál fogva a ketrecbe ezt a kutyát, amitől a kutya nagyon szeretne elválasztódni, majd mikor leszáll a repülőgép, a két tenyérnyi helyen hiányzik a kutya szőre, pont ott, ahol az illető próbálta őt benyomni. Van még egy olyan történet is azért, hogy a fejünkre vonatkoztatott elválasztódás jó leső dolog, ugye az a dicséret. A dicsérethez asszociáljuk azt, hogy megsimogatták a buksimat. És ha elmarad ez a dicséret, akkor biza, ez is elindítja a hajnak a ritkulását. Ilyen történeteink is voltak, mert ennyire hát hogy mondjam, okosabb tudunk lenni, és ennyire sokféleképpen vagyunk képesek megélni mindazt, ami velünk, mint elválasztódás történik. Ismét behoztam a képet, mert következik az írha, ami ugye kisagyi vezérlés, és itt most már bejön minden, amit vélt vagy valós támadásnak, vélt vagy valós bemocskoltságként érek meg. Ez viszont az írha sejtjeinek, kollagén elasztírostok szaporítását fogja elindítani, avagy az írha járulékos szerveinek, a verejtékmirigy és vagyonmirigynek a túlszaporodását fogja elindítani. De mi van akkor, ha a kettőt egyszerre élem meg, támadást is élek meg, meg elválasztási konfliktust is élek meg, természetesen ez is lehetséges, és ilyenkor alakul ki a szkleroderma, amit itt a baloldali képen látjuk. Ez egy a Hammer doktornak a könyvéből, a My Student and Nick Hansen című könyvből való fotó, egy
már meglett asszonynak a háta kezelés előtt, és 3 havi májstudenten méhen hallgatással, leszállva az optikai sínekről, ugye ne feledjük el, a bőre gyönyörűen rendbe jött. Ugye ennek a hölgynek már kislánykorában nehéz élete volt, mert az apja szexuálisan zaklatta, és ebben az anyja is segített, ezért mind a két oldal, ugye az anya oldal és a partner oldal, mert az apa az partner, ezért mind a két oldalon érintett a bőr, vagyis az egész testfelület érintve volt. A májstudenten Mékernek a hallgatásával viszont, amit látjuk, 3 hónap alatt nagyon szép gyógyulás, vagyis javulás állt be. Az optikai sín az azért lényeges, mert megtöri a dallamnak a hatását, és Hammer doktor kérte ezt a hölgyet, hogy most ne találkozzon se az anyjával, se az apjával, ahhoz, hogy minden rendbe jöjjön. A kisagy tehát vezérli a támadás és bemocskoltsággal kapcsolatos programokat, mindig szövet szaporítás fog létrejönni, szövet többlet, majd a lebontáskor a mikobaktériumok, TBC baktériumok azok, amik segítenek a felesleges sejtek lebontásában. A kisagynak az írha reléjét látjuk itt alól, elhúzódva kifliszerűen, ennek a két végében van a két emlőmirigynek a reléje, közte pedig, amit látjuk, a hashártya, mellhártya és szívburok relék találhatóak. Csak hogy tudjuk, hogy hol lesznek a hámeri gócok, amikor ilyen történeteket megélünk. Nos, kezdjük a járulékos dolgokkal. A verejtékmirigy szaporulata az akkor fog beindulni, amikor konfliktusként én azt élem meg, hogy úgy érzem, hogy a bőröm teljesen kiszárad. Ugye van olyan hely, ahol hát húzat van, vagy fokozottabban légáramlat, vagy száraz meleg helyen történik a munka, vagy húzamosabb ideig a tartózkodás. Ennek a száraz dolognak, a száraz melegnek a megoldására természetesen, hogy a verejték mirigy hólyagjai fognak felszaporodni, és ezt ugye hiperhidrózis, vagyis fokozott verejték termelés lesz a konfliktus aktív szakaszban, teljesen normális, miért, hogy oldja meg azt, hogy a bőröm ne legyen száraz, hanem megfelelően nedvesítve legyen. Aztán, amikor a felesleges sejtek lebomlanak, hát az egy kicsit bűzös lesz, és ezt már hidradenitisnek fogjuk nevezni. Aztán a fagyú mirigyekkel a kérdés csak az, hogy mennyire, de mennyire éljük meg mi az mondjuk az arcnak a bemocskoltságát. Mert ugye, hadd nem mondjam, hölgyeim, hogy amikor valamit felfedezünk ugye az arcunkon, az már rémülettel tölti el azt a nőt, aki teljesen, hát hogy mondjam, az arcával és a bőrével és a testével azonosul, hogy ja Istenem, mi jött ki rajta, és mindezt a szépségének a bemocskolásaként megélve elindítja a konfliktus aktív szakaszban ezeknek a fagyúmirigyeknek a túl termelését, vagyis túl növekedését, ami a megoldásban acne vulgaris, vagyis fagyúmirigy gyulladásként fog megjelenni. Ezt egyszerűen magyarul pattanásnak nevezzük, és hogyha amikor ugye tudjuk, megérett a pattanás és kinyomható, akkor ha meg tudnánk nyugodni, akkor az egészen jó lenne, csak hogy magával a kinyomott pattanás sebe már újabb bemocskoltságot indít el, és megint kezdjük előről a történetet, és eljutunk egészen oda, amit itt szeboreás dermatitisként láttunk a képen ábrázolva. Vagyis megint csak elhívnám a figyelmet, hogy a gyógyulási tünetek nem ismerete,
az pontosan ki tudja váltani bennünk ismételten az egész konfliktust. Ez a leprának is a titka, hogy a leprás ember az írha réteg, felesleges írha réteg lebontása miatt, hát bűzös, gennyes, elcsúfított bőrterületeit megint bemocskoltságként éli meg, és függő gyógyulásban nem tud az illető meggyógyulni, nem tudja befejezni a programot. Az övsömör is, vagy herpes zoster, vagy ajake herpes, teljesen mindegy, hogy milyen herpeszről beszélünk, mindig a bemoskoltságról szól. A természetesen a herpes megjelenésének a helye utal a konfliktusnak a mi voltára. Mert ha az ajkunkon jelenik meg egy ilyen herpeses csomó, akkor az természetesen, hogy csak arról szól, hogy egy olyan bemocskoltság, amit a szájunkra, az ajkunkra vonatkoztattunk. Konfliktus aktív szakaszban ugye csak sejtszaporulat, a herpeszes csomók, ezek a nedves csomók az exudatív fázisban a megoldást követően fognak megjelenni, és természetes, hogy fokozottan fáj, hiszen a bőrünk tele van szabad ideg végződésekkel, fájdalomérző receptorokkal, és hát nem nagyon élvezik ők ezt a gennyes fürdőt, amiben részük van az exudatív fázisban. Az övsömör, ugye magyar megnevezése ennek a betegségnek, a herpes zosternek, pont arra utal, hogy övszerűen éli meg valaki mondjuk a mellkasán, mert valaki átölelte és kirázta tőle a hideg, úgymond így élte meg valakinek az ölelését, és mikor megoldásba kerül, akkor övszerűen fog ez a hólyagos elváltozás megjelenni. A genitáliák, a nemi szervek szintjén is megjelenik a herpesz, ha a szexualitással kapcsolatos bemocskoltsági konfliktust él meg valaki, mondjuk egy félrelépést hatalmas lelkiismeret kurdalásként úgy él meg, hogy bemocskoltam a szerelmemnek az emlékét, és akkor a genitáliákon fog megjelenni a herpeszes elváltozás, ilyen történetünk is volt. Az erizipelász vagy orbánc is gyakori tünet, és ugye azt mondják, hogy megbújnak a baktériumok, és ezért fog újra meg újra ismétlődni, mert megbújtak, és nem vett be a beteg elegendő antibiotikumot. Kérem szépen, nem arról van szó, hogy nem oldotta föl érzelmileg a konfliktusát. Mert az orbánc már a megoldási szakaszban jelentkezik, természetesen, hogy amikor egy nagy területre vonatkoztatva megéltem én a bemocskoltságot, vagy támadási konfliktust, akkor az azon a területen egy hatalmas gyulladt írharéteg és hozzátartozó környezetnek a begyulladását fogja jelenteni. Nyilván a lábszáron azért jelenik meg, mert ezt az egészet én egy békjó konfliktushoz kötötten éltem meg. Nem elég, hogy békjó konfliktusom van, még meg is támadtak, vagy mondtak valamit, amit én támadásként éltem meg. Mondjuk egy betegséget békjóként él meg az ember. Hát személyben igen, mert nem tudok tőle szabadulni, kötött vagyok, alkalmazkodnom kell. És még kap egy kritikát, hogy nem csinálsz semmit azért, hogy meggyógyulj. És ennyi már elegendő ahhoz, hogy a lábszárán beinduljon a sejtszaporulat, elmegy az illető, mondjuk ott volt 3 napig anyósom, és vigyázott rám, ugye, mert beteg vagyok, és elment gyanúsom, és megoldásban megjelenik az orbánc. Na most anyós megjelenik egy hónap múlva ismét, addigra én kigyógyulok az orbáncból, már nem szól be semmit, de maga a jelenléte, mivel sinnen maradtam, újraindítja az orbáncot. És nem azért, mert nem szedtem be elegendő antibiotikumot.
Persze megélhetjük koncentráltan is ezt az egészet, és akkor lesz egy kelés, egy furunkulus belőle, de hát ilyen keléseket azért fizikai szintű támadásokkal is meg tudunk oldani, mondjuk, hogy valami megszúrja a bőrünket, vagy hát emlékszem azért gyerekkorunkban fáramáztunk, megkarcoltuk a magunkat, megszúrta az akáctöv is, úgy kellett kihúzni a bőrünkből, azért ezek a történetek is beindítanak ilyen gyulladásos folyamatot, de ne feledjük, hogy ez már természetesen egy fizikai tényező. Egy valaminek a csípése mindig a bőrünkön létre fog hozni egy kokárdaszerű köralakú eritémás, vagyis piros gyűrűt. Miért? Mert szeretnék elválasztódni attól a csípéstől, amiről szó van. Legyen szó a pókról, az atkákról, legyen szó a bolháról, a tetűről, a bármilyen kullancsról, bármilyen csípésről legyen szó, lódarástól kezdve bármi, mondom, a csípéstől való elválasztódás megjelenése az a kokárdaszerű elváltozás. Hadd ne részletezzem itt akkor a támadás bemocskoltságot. Ugye említetted a gyermekkori kalandjainkat, amikor valamiben belemásztunk. Hát a gyereknek azért az egyik legizgalmasabb terület, mint az, amire a szülők azt mondják, hogy nem szabad. De most ezért képes bármilyen árokba szemétbe kotorászni, kincseket találni, és így tovább. Mindazon által, hogy azért fizikai támadásként éli meg az bőre azt, hogyha megszúrja valami, azért még jön a bemocskoltság is, hogy nézd meg milyen, hogy jössz haza. Hogy én, mint egy disznó úgy nézel ki. Igen. És itt éli meg a gyerek ezt a bemocskoltságot, nem a pocsolyában, azt élvezte. Igen. Erre akartam kitérni, de kivetted a szemből a szó. Hát úgy látszik, hogy egy rugóra jár az agyunk. Na, szóval, amikor a fülünkön jelenik meg az orvánc, akkor vajon miről van szó? Csak egy olyan történetről, ugye, hallottam egy olyan történetet, ami hát mondott nekem valamit, ha jobb fülemről van szó, és jobbkezes vagyok, a főnököm, a barátom, vagy valami, amit én támadásként, bemocskoltságként éltem meg, azt a verbalitást, azt a szóhasználatot, ami ott elhangzott. Azt a sok mocskot, ugye? A mocskos szája, így is szoktuk ezt megfogalmazni. Nos, egy nagyon egyszerű dologról lenne itt szó, csak nagyon, de nagyon elkomplikáljuk, és ez pontosan az írharétegnek egy nagyon koncentrált felszaporodása, majd annak a szövetszaporulatnak a lebontása. Itt mindig egy nagyon erős konfliktusról, bemocskoltsági konfliktusról van szó, és nem csak annyi, hogy te mocsok disznó, ahogy itt Hammer doktor a szövegben leírja, hanem valami olyan történt, amit nagy bemocskoltságként élek meg. Például a hátam közepére sem hiányzik, hogy valami kiderüljön rólam, akkor a hátam közepén fogok elindítani egy szövetszaporulatot. Ha most ott éppen egy hiperpigmentált folt van, egy szemölcs, vagy éppenséggel egy anyajegy, vagy egy szeplő, akkor a pigment réteg is elkezd azon a területen szaporodni, mert az írhának ez a szövetszaporító programja átterjed erre a pigment rétegre, és amikor ez az egész történet megoldódik, akkor természetesen, hogy egy kis mikobaktériummal vagy gombával ez a lebontás megtörténik, és
az egész lebomlik, és ahogy Hammer doktor írja, ugyanaz, mintha a lepráról beszélnénk, pedig mindenki látja, hogy itt csupán egy melanómás csomóról van szó. Egy egyszerű, ártatlan melanómás csomóról. Csak hogy megint jön, ami nagy okos agyunk, és amikor meglátjuk a melanómás csomót, akkor már ezt újabb bemocskoltságként élem meg. Hát hogy nézel ki? És ráadásul mindenki elkezd aggódni és küldeni a bőrgyógyászhoz, hogy vigyázz, mert ez, mert az, mert elrákosodhat, mert nem tudom én mi, és pontosan az újra és újra elindított félelmünk lesz az, ami egyre nagyobb és nagyobb csomók létrehozását fogja eredményezni. Ha viszont nincsen hiperpigmentált terület a szövetszaporulat fölött, akkor ezt a melanómát amelanótikus melanómának fogják nevezni, mintha azt mondanám, hogy melanóma nélküli melanóma, mert az igazinak nevezett melanóma az mégiscsak ez a baloldali kép, ahol hát ott van a pigment, és hát mindenféle ijesztgetéssel elindítja az ember ezt a történetet. Ha el akarok választódni, én magamtól távol akarok tartani egy ocsmány történetet, vagy egy szemét, akivel én egy ocsmány történetet éltem meg, ezt így tessék kérni, mert hogy az elválasztódás az mindig szemére vonatkozik, és ezt a bemocskoltságot és elválasztódást egyszerre élem meg, akkor az alkalomnak az eltávolító oldalát fogok növeszteni egy ilyen melanómás csomót. Ha mindaz, ami történt velem, egy ocsmány igazságtalanságnak élem meg ezt a mocskos történetet, akkor nyilván, hogy a nyakamat fogja érinteni, a nyakam területén lesz ez a melanómás csomó, de ha lelkiismeret furdalásom van egy ocsmány történet miatt, akkor a vállőv területén fog kialakulni az a bizonyos melanómás csomó. Tehát a melanómától nem kellene megijedni, és ha találnak egy nyirok csomót a melanómás csomó közelébe, ez pontosan azt jelenti, hogy megindult a felesleges sejteknek a lebontása. Ezt tudjuk, hogy mindig a nyirok sejtek, a nyirok rendszer az, ami újra feldolgozza azokat a sejteket, amelyeket már nem használunk, mert nem dobjuk ki kukába a megtermelt sejteket. Ezt orvosi szaklapból hozom ezt az képet, amint láthatjuk, ez megnéztem nagyítóval, ez egy németországi személyigazolvány, és itt látszik az úriembernek az eredeti bőrszíne, majd 14 hónap alatt látjuk, hogy az egész arcon melanóma alakult ki, vagyis a támadásnak, bemocskoltságnak megélt történet nem csak a bőr megvastagodását, hanem a pigment, a teljes pigmentrétegnek is a túlszaporodását okozta, csak ezt mégse lehetett megoldani úgy, hogy levágjuk a fejét az embernek, de oly sokáig mondták neki, hogy ez halálos, hogy végül belehalt. Felhívnám a figyelmét mindenkinek arra, hogy nézze meg ennek az embernek a szemét. Ugye süt belőle a boldogság. A történetet nyilván nem írták le, hogy mi történt, mi volt a konfliktusa, mert ilyet nem kérdez az akadémikus orvos a betegtől, hanem látszik ebből a tekintetből, hogy itt egy tisztességben megőszült családapáról vagy családfőről van szó, aki hát a fejére vette mondjuk a valamelyik családtagjának a nem megfelelő viselkedését, teszem azt, a fia börtönbe került, vagy a lánya utcára került, ki tudja, mit élt meg ez a becsületben, tisztességben megőszült családfő, amit bemocskoltságként élt meg, és ő azt a saját fejére vonatkoztatta. Ezen a képen látjuk egyszerre a támadási és bemocskoltsági konfliktus megélését, mindez konfliktus aktív szakaszban. Ezért vastagodott meg ennyire az írharéteg, ez kőkemény volt, én saját fotó,
mármint hogy egy betegről készült saját fotó, és láthatjuk, hogy ugyanabban a történetben megélte a bemocskoltsági konfliktust is, és ezért melanómát is növesztett, nem csak az irhasejteket szaporította föl. A zsírszövetet, a bőr alatti zsírszövetet, ugye a fehér állomány az, ami irányítja, és hát a fehér állományból már mondtam, hogy a fejünk tetejétől egészen a lábunkig le mindenféle anatómiai részen, testtájékon a megfelelő zsírszövetet fogja szaporítani, illetve először bontani, és utána visszaépíteni. Ugye a zsírszövettel csak az ember nincs kibékülve. Ez tipikusan emberi konfliktus. Az állatvilágban nincsen ilyen konfliktus, hogy bármelyik csordában a nőstény túlkövérnek érezné magát. Mert a biológiában a kövér a szép, mert az lesz az, ami azt biztosítja, hogy ő ínségesebb időben is túlél, és megfelelően tudja táplálni majd a kölykét, amikor fialni fog. Az embereknél viszont ugye kialakítanak egy hibás énképet, ami azt jelenti, hogy sovány embereket, hát meg kell mondjam, hogy teljesen ilyen csont és bőr nőket állítanak be szépségideálnak, pontosan azért, mert ezt a hölgyek nem fogják tudni követni, de mindent elkövetnek, konfliktus aktív szakaszról beszélek, hogy lefogjanak. És hát akkor álljunk meg itt egy pillanatra, Kereszt, mert azt hiszem, itt meg kell szólalnom. Hát, reméltem is. Ugye a szépségiparnak, ha lehet egyáltalán a szépségnek nevezni, hát iparnak ezt az ágazatot, rengeteg megoldása van a narancsbőrre. Több évtizeddel ezelőtt hallottam egy beszélgetést, ami nagyon megmaradt a fejemben, hogy akkor 30-as éveinek közepén járó hölgy megkérdezte a férjét a strandon, hogy nem túl csúnya a narancsbőröm, és a férfi nagyon értetlenül, és nagyon kedvesen mosolyogva azt mondta, hogy ne haragudj, én még életemben nem láttam narancsbőrt, rajtad főleg nem. Nem tudom, miről beszélsz. Nem, egy épelmélyű férfi nem ismeri a narancsbőrt. És ez nekem nagyon megtetszett, ez a kifejezés, mert valójában az a gesztus, amikor elkezdjük a bőrünket két ujjal csipegetni, nézegetni, abban már ott van az alapvető leértékelés, hogy jaj, hogy néz ki a testem. Természetes, hogy bizonyos testsúly csökkenés, növekedés, gondolunk itt a gyermekekkel felszedett plusz 15-20 kilókra, ami ilyenkor mondjuk normális, az viszont mennyire zavar bennünket, hogy nem abban az iramban és ütemben tűnik el, mint mondjuk 15 évesen nem vacsoráztunk kétszer, és már lement egy kiló, és 45 évesen több heti nem vacsorázás után sem tudjuk konstatálni. Tehát azért számítsunk arra, hogy a biológiánk nem azonos ütemben válaszol a kihívásokra, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. De mi is az, hogy leértékelés? Hát itt az alapkérdés az, hogy ez a legenyhébb fokú önleértékelés az, ami a zsírszövetet érinti, a legsúlyosabb önleértékelés a csontokat érinti. Én mondjuk megszavaznám, hogy fájjon a leghízás is, mert akkor nem lenne ennyi túlsúlyos ember. Viszont említetted az előbb, és tényleg ebben a gondolatban még szeretnék egy picit elmélni, hogy mennyire hamisak azok a képek, azok a sztárok, azok a szépségideálok, akiket a 2019-es év elénk hoz.
Ugye mindannyiunknak van már valamilyen képszerkesztő programunk, ahol árnyalatokat, színeket, egyebeket lehet manipulálni egy elkészített képen. Ennél sokkal profibb és sokkal speciálisabb eszközökkel tudnak már képszerkesztők dolgozni, és jó pár kilót le lehet csalni, retusálni különböző képszerkesztő programokkal. 2012-ben az egyik csúcsmodell, aki a kamaszok egyik sztármodellje volt, egy nagyon lendületes, vékony arcú, fehérbőrű, hibátlan fogsorú modell volt, aki mindenféle ruhában pózolt és mutatta a nőiesség szépségét. Aztán kiderült, hogy hát ez a modell, ez egy férfi volt. 16 éves. Egy 16 éves fiatal fiú, akinek nem voltak súly problémái, tehát lehetett mutogatni. Bármikor meg lehetett mutogatni, ugye a menstruációs ciklusban is azért van némi súlyingadozás, ez a fiúettől mentes volt. Gyönyörű bababőre volt. Abszolút gyönyörű nővé tudták átsminkelni, és csak félve jegyzem meg, hogy vajon hány fiatal hölgy, kamaszlány, kiskamasz próbált olyan lenni lányként, nőként, mint amilyennek mutatták ezt a fiút. Hát igen, és kérdezed, hogy miért nem fáj. Igen, mert a konfliktus aktív szakaszban azt tudjuk, hogy fájdalom nélkül bontunk zsírt, izmot, ereket, orcot, csontot, mindegy. Megoldási szakaszban a zsírszövet visszaépítése nem fáj. Pontosan azért, mert a biológiában, amit mondtam, a dundi a szép, a kövér a szép. Na most mitől alakul ki az narancsbőr? Attól alakul ki, hogy betesszük az önleértékelés megoldásába a magányosságot. És amikor ugye a magányosság, elhagyatottság, meg nem értettség, stb. Konfliktusát megéljük, akkor vizet fogunk a zsírszövetbe behozni, és ez fogja létrehozni ezt az úgynevezett cellulitiszt, vagy narancsbőr jelenséget, amit itt próbáltam bemutatni. Ez egy nagyon ördögi kör, mert minél inkább nem lesz valaki megelégedve a sziluettjével, vagy éppen a bőrének a minőségével, annál inkább fogja ez az egész érinteni az ő narancsbőr kialakulását. Tehát nagyon szépen kérem megint a hallgatóságot, gondolkodjon már el azon, hogy kivel vagy mivel azonosítja magát. Mert itt a probléma csupán az, hogy van egy szépségideál, amit kitalálnak nekünk, mi ahhoz akarunk hasonlítani, mert ugye mi nem vagyunk úgy jók, ahogyan vagyunk, ez a konfliktus menete. Ez a csípő méret, ez nem az, aminek lennie kéne, elkezdek fogyózni, és amikor elértem a megfelelő kívánt súlyt, akkor a biológiám mit fog csinálni? Többet fog visszatenni, mint amennyit lebontott. És ugye ez lesz ennek a jó-jó effektusnak a magyarázata. A meg nem oldott konfliktus, tehát, amint ezt már kivetítettem, az írha függelékeinek a túlszaporodását okozza, ugye látok a szeboreás dermatitis melanomát, vagy a felhám túlzott fekélyesedését, ami ugye a talpi fekély, berepedezett bőr, vitiligó, stb. Kialakulásához fog vezetni. Amikor függőgyógyulásról beszélünk, ez azt jelenti, ugye, hogy be se fejeződött, még el se ért az epileptoid krízisig a gyógyulási folyamat, és újra sínre kerültünk. Ez a
túl gyakran sínre kerülésnek a története, na ilyenkor alakul ki az orbánc, marad meg a lepra, vagy alakulnak ki növedékek a felhámon, mint anyajegy, szeplő, pigment, szaporodás, kondilóma, likhen. Na most ez utóbbi kettőről is azért hoztam képet. A likhen ruber planus magyarra fordítva azt jelenteni, hogy sima piros sömör. A likhen az valójában zuzmót jelent, de mondjuk bőrgyógyászatban sömörre fordíthatnánk. És látunk ilyet ugye a csuklók szintjén, a bokák szintjén, vagy látunk a szájüregben, a nyelv szintjén szürkésfehér csíkokként, vagy pedig hát a genitáliákon is hasonlóképpen. Tehát ez is még mindig csak elválasztási konfliktus, függő gyógyulásban. Mondtam, nagyon sokféle elnevezés van a bőrgyógyászatban. A policiklikus lefolyással visszatérő gyulladások, hegesedések, és a többi fog kialakulni. A nemi szerveket érintő értelmes biológiai különprogramokat is összegyűjtöttem, mert itt még egyszer tessék figyelni a megnevezésre, a nemi szerveket érintő értelmes biológiai különprogramokról beszélek, és nem nemi betegségekről. Tehát, hogyha, mint mondtam, bemocskoltságot élünk meg, akkor a herpes a nemi szerveken fog kialakulni, ha a bemocskoltság a nemiséget, a szexualitást illeti. Tehát bemocskoltam egy félrelépéssel a szerelmem emlékét, és ott volt férfi ember nemi szerve körül a bemocskoltságnak a tünete, vagyis a herpes. A HPV, vagy humán papilloma vírus, az a féltékenységnek a megoldásában fog megjelenni, ugyanígy a klamídia is. Ugye a klamídia a hüvely, a méhnyak, nyálkahártyáján mutatható ki, és olyan baktériumról van szó, ami sejten belül képes szaporodni, tehát ez egy átmenet azért a baktérium és a vírusok között. A lényeg az, hogy féltékenység. Mi ez valójában? Birtok konfliktus. A birtok kijelölési konfliktusról beszéltem a gonoreja kapcsán, a valamelyik előadásban most azt mondom, hogy volt szó erről. Két héttel ezelőtt, ha jól emlékszem. Tehát itt arról a konfliktus maga azt jelenti, hogy a nemi partnert én ki akarom jelölni. Ez a, hogy ez az én partnerem. De természetes, ez a szexuális aktus közben történt megzavarás következménye, hogy én ki akarom jelölni, hogy már pedig ez az én nemi partnerem, és ekkor fog megjelenni. Érdekes módon ugyanabból a húgycsőből, amiből eddig másféle úgynevezett kórokozók voltak kimutathatók, most hirtelen megjelenik majd a gonoreja kórokozója, úgymond. Aztán ott van a kandida fertőzés, tudjuk, hogy ez a gombás fehér folyás az ocsmány félgenitális konfliktus következtében fog megjelenni, hiszen a hölgy azt az ocsmány megjegyzést, ami a nőiségére, vagy éppen a nemi szervére vonatkozó, ugye Q betűvel kezdődő szó, azt még mindig nem oldotta fel, vagy prostituálja a lelkét, mert megtesz dolgokat, amihez semmi, de semmi kedve nincs. Nyilván szexualitásról van szó. A szifilisz, mint fertőzés idézőjelben, két konfliktus együttes megélése a nemi aktus során, egy elválasztási és egy támadási konfliktusé. A csókbetegségnek nevezett mononukleózis infekcióza pedig éppen egy falat konfliktus, mert a csókot, mint falatot végre megkaptam, és hát ebből lesz ugye a torokfájás, a 40 fokos láz, a nyirokcsomóknak a begyulladása, stb. Stb. A HIV, vagy az AIDS
fertőzés zárójelben, idézőjelben, gyakorlatilag csak egy illatallergia, azt megmának az illatára kialakult allergia, mert hát kellemetlen élmény köti akár a férfit, akár a nőt ehhez az illathoz, ami ugye a hálószobában reggel érezhetővé válik, ha ott valami történt az éjszaka folyamán, és ezt illik kiszellőztetni. A kondiloma akuminátumnak látjuk itt a képét, heges függőnek hívjuk magyarul. Ez is elválasztási konfliktus függő gyógyulásban, milyen érdekes, hogy a nemi szervek környékén, vagy éppen a végbél környékén alakul ki ez a szövet szaporulat. A germán gyógytudomány tehát, ha sikerült ismét erre felhívjam a figyelmet, akkor alap a megértéshez. Igen, alap a megértéshez, mert azt a rengeteg dolgot, amit mindenféle rendszerekbe próbálnak betenni, azoknak megkapjuk a valós okát, megértjük, hogy mi hova tartozik valójában az embriológia alapján, a három csiralemezből való származás alapján. Értjük meg, hogy mikor, hol, mi történik, tudjuk, mi a konfliktus, tudjuk, mit kell megoldani, és ha feloldjuk a konfliktusokat, meg van oldva. Viszont ha nem oldottam fel a konfliktust, kérdés, hogy mint mondtam, hány konfliktust éltem meg, és ezek most konfliktusaktív vagy megoldási szakaszban vannak-e. És az is lényeges, hogy mondjuk, hogy birtok konfliktusok hány, milyen oldalon vannak becsapódva, mert ez már meghatározza a hangulati változásunkat is. Ha feloldjuk a végre a feltárt konfliktusokat, és itt megint jön az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, mert hiába tárjuk fel a konfliktusokat, a beteg ragaszkodik ahhoz, hogy ő továbbra is haragszik, hogy ő továbbra is megbántották, és ezt az egész történetet ő nem hajlandó megbocsátani, elengedni, nos, akkor nem lesz feloldva a konfliktus, és marad a biológiai válasz. De ha érzelmileg feloldjuk, ami egyezünk meg, hogy a legolcsóbb és legbiztosabb megoldás, akkor eltűnnek a sinek. A germán gyógytudomány tényleg tudomány. Itt vannak azok az ismérvek, amik a tudományra jellemzőek. Vagyis az, hogy reprodukálható. Mindenkinél ugyanúgy fog megtörténni. Akármelyik szélességi körön él ezen a föld nevű bolygón. Összehasonlítható mindenkinél a konfliktus aktív szakasz, megoldási szakasz ugyanúgy fog lezajlani természetesen, előrejelezhető. Nagyon sokan kérdik, hogy de mikor gyógyulok meg? Ezt meg tudom mondani, ha valaki közli, hogy mikor élte meg a konfliktusát, mikor oldotta meg, de valójában. És ahogy tudjuk, hogy mennyi volt a konfliktus aktív szakasz, és ha tudjuk, ugye nyilván, hogy az EBK-tól függően meghatározható, hogy mikor jön az epileptoid krízis, előre tudjuk mondani, hogy milyen tünetei lesznek, és hogy mikorra fog meggyógyulni. Tehát nem kell külön statisztikákat csinálni, állatkísérleteket végezni, amúgy az állatok konfliktusait nem vihetjük át az emberekre, mert azok az ő konfliktusai. Remélem, hogy egyszerű, logikus volt a prezentáció mindenki számára, és ha valami nem volt érthető, akkor kérem szépen a fórumban a kérdéseket föltenni. De ha érzelmileg megoldjuk a történetet, megoldottuk, ha nem, akkor szenvedhetünk tovább tudományosan. Nagyon szépen köszönöm, drága Karesz, ezt a fantasztikus előadást. Most következik a fórum.